Köszöntöm Önöket! A gyermekkor világában kiemelt helyet foglal el a rajzolás. Az egyik leghasznosabb fejlesztő játék. Miközben gyermekünk rajzol, erősödnek az izmok, kialakul a domináns kéz használata. De hogy még miért jó rajzolni? Érdemes-e gyermekeink rajzát egyedül elemezni? Mai adásunkban megtudhatják. Tartsanak velünk! 1, 2, 3 és mindjárt kész, ez a kicsi kicsi kép. 1, 2, 3 és mindjárt kész, ez a kicsi kicsi kép. 1, 2, 3 és mindjárt kész, ez a kicsi kicsi kép. Igen, pont ilyen egy tündi-bündi kis cica. Mi az, amit szeretsz rajzolni? Hát ilyen lányokat, meg tájat, meg ilyesmi. Az óvodába jársz még, ugye? Hány éves vagy? 5. 5 éves vagy, és az óvodába szoktatok rajzolni? Szoktunk. Mi az, amivel szeretsz rajzolni? Vízfestékkel, vagy ceruzával, vagy filctollal? Mi a kedvenced? Hát ceruzával, meg festékkel, mert filctollunk annyira nincs. Ha visszaemlékszel, mindig is szerettél rajzolni, kicsi korodban is? Hát igen, amióta már így másfél éves voltam, kb. Már akkor kezdtem. Csak úgy jött, nem tudom, hogy elkezdtem rajzolni. Volt itt van sok színes ceruza, és talán még ebben a mappalban is benne van az első rajzom. Mivel szeretsz rajzolni? Inkább ceruzával, vagy inkább díszfestékkel? Hát ez mindig változó, mert mindig máshoz van kedvem. Valamikor úgy gondolom, hogy jobban mutatna a ceruzával, valamikor meg díszfestékkel szoktam, de hát szerintem legtöbbször mostanában ceruzával. Szem a lélek tükre. Ez hogyan jött számodra a szem, hogy csak magát a szemet rajzolod? Igazából nagyon szeretek szemeket rajzolni, szerintem nem is olyan nehéz, és nagyon sok színt lehet hozzá használni. Igazából úgy jött, hogy nem tudtam olyan szépet, és akkor így elkezdtem gyakorolni, és így sok szemet rajzoltam. Gondoltál-e arra, hogy esetleg valamikor a rajzzal folytasd majd a tanulmányaidat? Hát igen, persze. Volt apának, meg még most is egy festőnő ismerőse, egy ilyen művész, és akkor mindig, amikor rajzoltam valamit, mindig mondtam, hogy fényképezzel, és küldjél neki, hogy mit gondol róla, de én nagyon sokáig festő akartam lenni, így 6 és 9-10 éves koromig. Most még az álmaid között ez szerepel? Nem, most már nem. Most nem tudom, hogy mi szeretnék lenni, de valami olyasmit szeretnék választani, amit én is szeretek, és szívesen csinálok. Sose gondoltál arra, hogy milyen jó lenne, ha egy ember segítene neked, hogy hogyan kell elindulni ezen az úton? Hát igen, szerettem volna. Igazából jártam is iskolába is rajzszakkörre. Ott igazából ugye nem egyedül, hanem több emberrel, és volt egy külön ilyen rajzszakkör a Gogola Zoltánnal. És hát igazából azt nem szeretem, hogyha megmondják, hogy pontosan hogy rajzoljam, de amúgy, hogyha mondanak tippeket, hogy így is csinálhatom, akkor az úgy elfogadom. Hát itt egy komoly mappa van, ami tele van. Ez, ha jól látom, az összes a te rajzod, ugye? Igen. Tehát ez az egész pici korodtól kezdve, ezek a te rajzaid. Ez mondjuk hány évesen készült? Hú, hát körülbelül 9 vagy 10, lett 11, de szerintem 10 vagy 9. És ő? Ez is olyan 8-9 szerintem, ezt rajzszakkörön rajzoltam iskolában. Milyen beállítottságú vagy, inkább humán vagy reál? Hát inkább humán. Jobban szereted a nyelveket? Igen. Tehát is ezek jobban is mennek? Igen, jobban is mennek. Hát a mai témánk a rajz. Mikor kezd a gyerek rajzolni? Amikortól már meg tudja fogni a ceruzát, ez nagyjából 2-2 és fél évkor környékén szokott ez bekövetkezni, egyébként meg sokkal korábban elkezd dolgozni a rajzolással. Már onnantól kezdve, hogy amikor beültetjük az etetőszékbe, és kihullik egy darab étel, és az ételt maszatolja az asztalon.
onnantól kezdve, amikor látja, hogy nyomot hagy a papíron, onnantól kezdve funkcióöröm vezérli. Tehát örül annak, hogy ott van az ő nyoma. Tehát legyen ez bárhol, akár a falon is. Lehet a falra rajzolni? Engedjük meg a gyereknek, hogy falra rajzoljon? Ugye ez nagyon meredeken hangzik így, hogy engedjük a gyereket a falra rajzolni, mert hát mindenkinek drága az a falfesték, amit a falra mázolunk. Viszont van egy lehetséges kis kapu, amivel lehet a gyermek rajzfejlődését segíteni, hogy veszünk egy jó nagy darab papírdarabot, és felragasztjuk a falra. És akkor közöljük a gyermekkel, hogy ez a felület a tiéd, ide bármit rajzolhatsz, amit szeretnél. Higgyük el, hogy nem fog a további felületekre rámenni, marad a papíron. A szülőnek is ez egy nagyon-nagyon jó emlék lesz, mert leveszi, ha betelt a papírdarab, és elteszi emlékbe. Tulajdonképpen jelentést a rajzoknak 3 éves kortól kezd el adni. De nem ő, hanem a környezet kérdései kapcsán. Ugye érkeznek felül ilyen kérdések, hogy mit rajzolsz? És akkor mondja a gyermek, hogy embert rajzolok? Vagy megkérdezi a felnőtt, hogy te most egy kutyát rajzolsz? Akkor igen, kutyát rajzolok. Tehát tulajdonképpen azt a jelentést adja neki, amit a felnőttől hall. És ugye, amikor elérkezik az, hogy ő már ábrázolni kívánna valamit olyan 4 éves kor környékén a rajzon, akkor már úgy is próbálja azt lerajzolni, de nem ahogyan látja. Ez a nagyon érdekes, hanem amit tud az adott tájról és az adott dologról. Tehát fantasztikusan érdekes rajzok szoktak ilyenkor születni. Nagyon nagy fokú az aránytalanság. Úgy rajzolnak, hogy egy ember akár nagyobb lehet, mint egy ház, vagy a virág nagyobb lehet, mint a ház. Tehát gyakorlatilag nem azt adja vissza, amit lát, hanem azt, amit tud, amit ő gondol arról az adott dologról. Mert hogy a rajz az önkifejezésnek az egyik legjobb eszköze. Tehát ő azt rajzolja le, ami belül zajlik benne. Tehát olyanokat vet a papírra, amit például szavakban nem lehet kifejezni, mert arra nincsenek szavak. De mi van, ha folyamatosan mondjuk egy héten keresztül csak fekete színeket használ a gyerek? Ha egy héten keresztül használ, akkor sem mondanám azt, hogy ezzel gond lenne. Tehát több rajzot kérünk egyrészt a gyerektől, beszélgessünk közben. Rajzelemzésről beszélünk, akkor azt tudnunk kell, hogy ez egy nagyon komplex folyamat. Mi már a tudomány mai állása szerint rendszerben gondolkodunk. Varr Zoltán, magyarországi professzor, a Károli Egyetem professzora kidolgozott erre egy nagyon-nagyon jó módszert, ami komplexen tekint a rajzokra rendszerben. Tehát onnantól kezdve, hogy megismerkedik a rajzolóval, onnantól kezdve jut el odáig, hogy elmondja azt a dolgot egy eszencia formájában, amit a rajzoló sem tud saját magáról. A másik az, hogy egy rajz nem rajz. Tehát egy rajz alapján nem tudunk messze menő következtetéseket levonni, és nem is szabad. Mert hogy ugye említettem azt, hogy ez az önkifejezésnek az egyik lehető legjobb eszköze, tehát pillanatnyi állapotokat, érzelmi állapotokat festhet le, vagy rajzolhat le arra a rajzlapra. Lehet, hogy aznap bal lábbal kell fel, rosszul indult a nap, és azért használ olyan színeket, vagy olyan vonalminőségeket, mint amilyeneket látunk a rajzlapon. Tehát nem kell egyből rásütni a bélyeget, hogy ez a gyermek agresszív, mert hogy feketével rajzolt. Mikor érdemes a gyereket egy ilyen rajzvizsgálatra elvinni? Onnantól kezdve, amikor már jelentést tud tulajdonítani a rajzoknak, nagyjából 3-4 éves kor környékén. Egy ilyen rajzból azt is lehet látni, hogy a gyerek, ha agresszív, mondjuk miért agresszív? Így van. Tehát az okokra is fény derül egy-egy ilyen rajzvizsgálat kapcsán. Mert hogy említettem azt, hogy olyan dolgokat is lerajzol, amikről nem beszél. És a legegyszerűbb módja talán ez, hogy akkor nézzük meg a rajzaidat, hogy ők mit mondanak. Hány rajzra van szükség, hogy körülbelül egy ilyen tesztet meg tudjunk csinálni? Hát ugye rajztesztekben gondolkodunk, ezek projektív rajztesztek, amelyek standardizáltak, és azt jelenti, hogy minél több legyen belőlük, annál jobb. Tehát, hogyha 12 rajztesztet felveszünk egy személlyel, akkor azt mondom, hogy na, itt már jó eredményeket tudunk. Tehát nem fogunk vakdiagnózist adni, és akkor vaktában lövöldözni, hogy biztos ez, vagy biztos az. Tehát ott már valóban a rajzolóról szól, és nem pedig rólam, vagy a nem tudom, elvárásaimról. Mert a másik dolog pedig az, hogy nagyon sok kárt tudok azzal okozni, hogyha
egy teljesen más dolgot hozok ki egy rajzelemzés kapcsán. És különösen akkor, hogyha ezt elmondom, vagy a szülőnek, vagy a gyermeknek, vagy a felnőttnek, mert ugye felnőtt rajzait is lehet elemezni. És ugye a másik kérdés pedig az, hogy nagyon sok ilyen dologgal találkozhatunk az interneten. Hogy küldj be egy rajzot, és megmondom, ki vagy címen. És akkor óriási összegeket kérnek el egy-egy ilyen rajzelemzésért, ami nagyon-nagyon nagy károkat tud okozni. Mert egyrészt úgy tálalja egy rajz alapján a sűrített információt, ami lényegében nem is a rajzolóról szól, hanem a lényeg az, hogy önbeteljesítő jóslatként nagyon nagy károkat tud okozni. Tehát ha valamilyen problémája van a gyereknek, és azt látjuk, hogy szorong, akkor ez a rajzain valószínű, hogy meg fog jelenni. Így van. Tehát szakemberhez, hogyha elviszik a gyermeket, akkor ő ezt meg tudja állapítani. Tehát nem egy rajz alapján, hanem minél több rajzt tesztel. Ez látható. Mi van, ha egyáltalán nem akar rajzolni a gyerek? Akkor hagyjuk, hogy ne rajzoljon. Ezt nem kell erőltetni. Tehát nyugodtan hagyjuk, hogy máshogy fejezze ki magát. Nem rajzban, hanem valamilyen másik játéktevékenységben, vagy valamilyen más formában. Úgy gondoltam, hogy ma csendéletet próbálunk festeni. Ami nagyon lényeges, mikor ránéztek a virágra, a virágcsokorra, vagy egyáltalán bármire, amit szeretnétek megfesteni, az a fontos, hogy a színeket lássátok, hol az árnyék, hol a fény, hol sötétebb, hol világosabb. Egy picit összehúzzátok a szemeteket, és próbáltok meg úgy ránézni. Tehát ahonnan a fény jön, ott ugye a világosabb színek vannak. Az érdekelne először, hogy mikor érezted azt, hogy tényleg érdekel a rajzolás? Korról beszélünk, akkor szerintem 10 éves koromban. Aztán 12 éves koromban kerültem el Kovács Éva festőművészhez, nagypapám által. És ott rendesen, tényleg ráéreztem, hogy milyen is, amikor szabadon lehet alkotni. Hogyan képzeljünk kicsiként, tehát gyerekként itthon? Mert mindenki, amikor még egész kicsi, akkor kicsit pancsol, kicsit próbálkozik vízfestékkel, filctollal, ceruzával. Te miket rajzoltál, amikor kicsi voltál? Arra emlékszel? Vannak erről emlékeid? Igen, vannak emlékeim. Nagyrészt, amikor jó idő volt, akkor kint voltam, és úgy próbáltam rajzolgatni. Aztán, amikor felfedeztem, hogy van guásfestékem, akkor azzal kezdtem el rajzolgatni. Megfestegetni. Picit ügyetlen voltam, de mindig megvolt a támogatás, meg állandóan dicsértek, és ez nagyon sokat segített. A tanárnővel hogy is kezdtétek a rajzolást? Mi volt a folyamata? Legelőször is megismertetett engem az alapszínekkel, és hogy milyen szín áll jól egymás mellett, mi lesz, hogyha ezt összekeverem, vagy azt összekeverem. Utána pedig hozott virágokat, hogy élőben tudjak rajzolni. Emlékszem még az első képemre, itt meg is van. Az is úgy kezdődött, hogy behozott egy csokor virágot, és elkezdtük felvázolni a dolgokat, aztán megpróbáltam az olajfestéket. És nagyon-nagyon szokatlan volt. Nagyon furcsa állaga volt. Meséld el nekünk, mit jelent az, hogy felvázolni? Felvázolni annyit jelent, hogy először is jó pozícióba kell állítani a dolgokat, tehát nem lehet, semmi sem lehet mondjuk középen, mert az túl tökéletesnek néz ki. És ami túl tökéletes, az nem realisztikus. Szóval állandóan harmadoljuk a vásznat, és próbálunk a harmadolásba tenni dolgokat, hogy ez természetesebbé tegye ezt az egészet. Ha itt megnézem akár egy arcot, akár egy tájképet, mi az, amit tényleg jobban szeretsz? Tájképet vagy arcképet? Tájképet. Tájképet mindenképpen? Igen.
Van olyan, hogy kedvenc színed? Ez nehéz kérdés. van. Szerintem a tengerkék, amit nagyon-nagyon szeretek, és amit nehéz kikeverni, meg nehéz vásárolni, tehát találni akárhol. Emellett a smaragdzöldet mondanám, még az ilyen nagyon mély, sötét zöldet. Valakinek a családban volt ilyen hajlam arra, hogy szépen rajzoljon, vagy fessen? Elvileg papum szépen rajzolt, inkább grafikázott. Hogyha most kívánhatnál valamit, mi lenne az, amire nagyon vágysz, hogy úgy igazából lefestenéd? Élőben, tengert. Mi a nagyobb probléma számodra, amikor egyedül festesz? Szerintem az, hogy félek attól, hogy elhibázok valamit, és nem tudom majd kijavítani. De persze tudatalat tudom, hogy ki tudom azt javítani, de mégis megvan ez a kis minimális félelem. Kialakult a te festési stílusod már, vagy még alakulóban van? Szerintem még alakulóban van, de az már biztos, hogy megvan egy ilyen alap, amiből el tudok indulni, és majd változtatni tudok rajta. Hát én hallottam, hogy kaptál egy ilyen csodás dolgot, amin én el se tudom képzelni, ezt meg tudod nekünk mutatni, hogy ez micsoda? Még sok mindenre rá kell úgymond éreznem, meg az ecseteket kipróbálni, mert rengeteg fajta van. Ha jól értem, akkor a ceruzával rajzolod meg. Igen. Az alapokat, ezt a szemet is, azt már ott te rajzoltad mind? Igen. Érzésben mi a jobb? Ezt használni, vagy összehasonlíthatatlan az ecset és az ötablett? Szerintem összehasonlíthatatlan. Mindkettőnek megvan az előnye. És ha felnőtt leszel, mindenképpen ezzel akarsz foglalkozni? Igen, mindenképpen ezzel akarok foglalkozni. Az mit jelent? Mire vágysz? Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Azon gondolkoztam, hogy szeretném összehozni azt a két dolgot, amiben jó vagyok. Tehát a rajzolást és az angolt. És hogyha sikerülne egy olyan állást találnom, ahol ez megvan, akkor rögtön becsapnék rá. Hát nagyon-nagyon sok szerencsét kívánunk neked. Köszönöm szépen. És művelj csodákat. Ide le tudnál nekünk írni most, hogy lássuk azt, hogy milyen az aláírásod? Igen, természetesen. Miből indult a festészet? Hány éves korodban jöttél arra rá, hogy te festenél, vagy rajzolnál, vagy hogyan indult? Picit erről mesélj nekünk. Mindig is vonzott a rajzolás, édesapám festőművész volt, és anyukám a munkája mellett tányérfestéssel is foglalkozott, de ez csak ilyen hobbi szinten, csak aztán ugye lett belőle már eladás is, mert volt rá érdeklődés. Mindig is vonzott ez a foglalkozás, mivel szerettem elmélyülni dolgokban. Tehát mindig maximalista voltam tulajdonképpen gyerekkorom óta, mindig szerettem tanulni, mindig vonzott a tudás. Lexikonokat bújtam, művészeti könyveket olvastam, nagyon érdekeltek a festőművészek életéről a könyvek, és próbáltam minél több időt szentelni annak, hogy fejlesszem magam, tanuljak, a többiektől tanuljak. De ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember, hogyha valahol elindult, tehát valakiben van egy kis tehetség, a többi az már szorgalom. De te tulajdonképpen, ha jól értelmezem, nem jártál képzőművészeti egyetemre, hanem egyedül tanultad az egész szakmát? Tulajdonképpen igen. Tehát iskolás koromban, amikor még grafikáztam, akkor Veres Péter foglalkozott velem, ő karolt fel. Ő látott abban valamit, amit csináltam. Tulajdonképpen én fordultam hozzá nyilván. És később pedig Arany Jóska bácsihoz jártam Beregszázban. Tőle nagyon sokat tanultam, ráadásul akarel, pasztel mindig közel állt hozzám, tehát a mai napig szeretem, bár az utóbbi időben inkább olajjal, akrillal dolgozom. És melyik a kedvenc? Az igazi kedvenc? Az igazi kedvenc. Úgy látszik, szeretem a megmérettetéseket, kis mazohista vagyok, mert mondjuk az akarel az, amit nem tudsz elrontani, szóval nem szabad elrontani. Tehát nem szabad túl dolgozni, mert akkor már olyan erőltetett, és látszik, hogy megkínoztad a papírt.
Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy áttetsző maradjon, légies maradjon. Nekem pont ezért tetszik. Mikor jött az ötlet, hogy gyerekekkel is foglalkozz? Vagy ötlet volt-e az, felkérés? Erről egy picit nekünk mesélj. Hát úgy indult igazából, hogy felkértek. Tehát szóltak, hogy esetleg van egy kislány, akiről a szülők úgy gondolják, hogy van valamilyen hajlama a rajzoláshoz, a színekhez, és hogy esetleg megnézném a munkáit. És nagyon tetszett, láttam, hogy ebből valamit ki lehet hozni, és nagyon akart a gyerek. Ez nagyon fontos, hogy ő is akarja, és ne ráerőltessék. Ha szívesen csinálja, akkor kell belefogni. Úgyhogy így indult, és akkor jött az unokatestvére, jött a szomszéd kislány, jött a harmadik. Miből látszik az, hogy egy gyerek tehetséges? Hát elsősorban ugye rajzkészsége kell, hogy legyen. Hát hiába nézel, az még nem jelenti azt, hogy látod. Meg kell őket tanítani, látni. Maguk körülnézni, milyen az égszíne, a lombok, a virágok, a fű, az épületek, amikor a nap süti, amikor árnyékban van. Tehát valami alapérzék kell, hogy legyen. Tehát igazság szerint, akinek nincs rajzkészsége, én úgy tapasztaltam, hogy azt is meg lehet tanítani. Tehát lehet, hogy ő egy kicsikét másképp fog festeni, más stílusban. De mindenképpen meg lehet tanítani azt, hogy papírra vesse ezeket az érzéseket, amit lát, amit érez, hangulatot. Van egy tanítványod, Balog Alexandra. Vele hány éve foglalkozol? Tehát Alexandrával körülbelül 3 éve foglalkozom rendszeresen, hetente egy, néha két alkalom is belecsúszik nekünk. Általában elég hosszadalmasan, tehát valahol Alexandra igényli azt, hogy elkezd egy munkát, akkor azt úgy együtt is fejezzük be, mert még picikét még mindig bizonytalan valamiért önmagában, pedig biztatom, hogy nagyon jól megy neki, és nyugodtan meg tudná egyedül is teljesen egyedül oldani dolgokat. Tehát tulajdonképpen csak annyi van, hogy átbeszéljük azt, hogy hogyan szerkessze meg a rajzot, milyen színeket használjon, milyen hangulata legyen, tehát ugye lehet valamit naposra, borúsra, bármilyenre festeni, tájképet, csendéletet, és aztán dolgozik. Ha valahol megtéved a kis keze, akkor rögtön szólok neki, hogy ott egy kicsikét miért is kell másképp megoldania, és gyönyörű munkái vannak. Ami nagyon fontos, hogy önmagához képest mit fejlődik valaki. Tehát ahonnan indul, mert nagyon szeretik a gyerekek egymáshoz viszonyítani azt, hogy hú, te már így meg tudtad oldani, úgy megfestetted, az enyém az még nem úgy sikerül. Ez így nem helyes, és ezt általában igyekszem is nekik mondani mindig, hogy önmagadhoz képest, hogy hova fejlődtél, ez a legfontosabb. Soha nem szabad kidobni egy elrontott festményt, egy elrontott rajzot. Ez is lényeges, mert valamikor én is így összegyűrtem annak idején a rajzomat, vagy ezt az akarel munkámat, mert nem voltam vele megelégedve, kidobtam. Meg kell tartani pont azért, hogy ő lássa, hogy így kezdte, és hol tart ma. Most már kiforrott munkái vannak, de még van hova fejlődnünk. Szerintem az ember, amíg él, addig tanul, és nem szabad önmagunkkal megelégedni. Ez egy lényeges dolog. Mindig maradjanak ilyen bizonytalanság érzések. Ez kell. A rajzolás fontos lépcsőfok gyermekünk életében. A szülő akkor tesz jót, ha egészen kicsi kortól lehetőséget ad gyermekének a rajzolásra. Hiszen a rajzolás nem csak a tanulási készséget fejleszti, hanem a mindennapi élményfeldolgozásban is sokat segít. És mi kell hozzá? Elég, ha a szülő papírt és ceruzát ad gyermeke kezébe. És ki tudja. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Egy újabb izgalmas témával várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra!